nem engedjük, hogy ilyen módon próbálják meg elhomályosítani a pedofil botrány ügyét. Ha közeledik a választás, akkor a Fidesz a régi megszokott fegyveréhez nyúl. Megpróbálja befeketíteni az ellenfelét, ha kell, akkor koncepciós eljárásokat indít. Végtelenül sajnálom, ez az országról mond el sokat, hogy ebben hajlandó közreműködni a rendőrség és az igazságszolgáltatás egy része is. Varjó László és Fekete Győr ügye nem az első és nem az utolsó, ahogy látom az elmúlt napok történéseit. Nagyon egyértelmű és nagyon világos. Ezt mondják a még meglévő rendőrségi forrásaink is, hogy iszonyatos a nyomás rajtuk, a kormány környezetéből, a kormányzó párt környezetéből, hogy ha kell, ha nem, indítsanak eljárásokat ellenzéki politikusok, kerület, városvezetők ellen. Nincs ez rendben. Nem ilyen országot akarunk, ahol az igazságszolgáltatás valójában a hatalom hazug szolgálatába szegődik. Természetesen egy ellenzéki pártnak az eszközei nem végtelenek. De ami van, azt használni fogjuk, hogy megvédjük a kollégáinkat. Mert persze, a bűnösnek bűnhődni kell, de annyit nem érhet egyetlen hatalom sem, hogy ártatlan embereket cibáljanak meg. Mert persze, majd hogyha vége lesz a választásoknak, majd ki fog derülni, hogy ja, mégsem voltak bűnösök. De addigra megkurcoltak embereket, családokat, addigra a nép nem gyakorolhatta őszintén választó jogát, mert elvették tőle hazugsággal. Nekünk meg az a dolgunk, hogy megvédjük a hazánkat, megvédjük a jelölteket, megvédjük azokat, akiket ártatlanul ezek itt bemocskolnak. Az ártatlanok számíthatnak ránk, védeni fogjuk őket, akik pedig hatalomban vannak. Azóta pedig világosan megmondjuk, nem engedjük, hogy ártatlanokat, tisztességes embereket, családokat hurcoljanak meg csak azért, mert nem képesek elengedni a hatalmat.